Ebben a vizsgálatban egy madárpreparátumot fogunk megnézni, pontosabban kettőt, hiszen a tőkés récének a hímje, vagyis a gácsér, és a nőstény, a tojó is itt van előttem kitömve. Ugye rendszertanilag az állatok országán belül a gerincesek törzsébe és azon belül a madarak osztályába tartoznak. Gerincesek, mivel testüket belső porcos és csontos váz szilárdítja, amelynek tengelye a gerincoszlop, mindkettőjük esetén ugye a hátukban található. A madarak testüket toll fedi, melső végtagjaik szárnyán módosultak, szárnyán alakultak, és meszes héjú tojásokkal szaporodnak. Testfelépítésük teljesen a két lábon való járáshoz és a repüléshez alkalmazkodott. Testájaik szerint beszélhetünk fejről, nyakról, törzsről és a végtagokról, amely ugye a szárny, és a lábaknál, ugye a récék esetében jellegzetes képződmény a csőd és az úszóhártya a lábujjak között. Táplálkozásuknak megfelelően sokféle csőr és lábtípus alakult ki. A récék esetén a csőr lemezes, és ezzel tudják a vízből kiszűrni a táplálékukat. A fagyúmirigy váladékával, a csőrük segítségével bekenik a tollukat, és ezzel vízlepergető tulajdonságot kölcsönöznek neki. A fiókáikról elmondhatjuk, hogy meszes héjú tojásból kelnek ki, és kikelés után fészek hagyóak.